szépen köszönöm. Még egyszer, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és elnézést, hogy csak késve sikerül kezdenünk a programot. Én Porosz Péter vagyok, az Elsevier-nél dolgozom egy olyan területnek a felelőseként, ami egy picit eltér attól a mondjuk üzletágtól, attól a szerepkörtől, amiben esetleg az Elsevier önök számára is ismerős lehet, illetve amivel kapcsolatban mostanában a sajtóban is sokat szereplünk, néha jól megalapozott írások keretében, néha gyakrabban inkább csak úgy összedobált gondolatokkal kísérten. De minden esetre, amire ma koncentrálni szeretnénk, az, ahogy a cím is jelzi, egy olyan nézőpont, vagy egy olyan perspektíva, ami kifejezetten az önök egyetemét mutatja be, az itt folyó kutatásokat elemzi, a miskolci kutatók együttműködési hálózatairól szól, tehát valóban nagyon távol van attól a kiadói és hagyományos teljes szöveg gondozói szereptől, amiben az Elsevier talán ismerős, és ahogy ugye a könyvtárban is valószínűleg a legtöbben ismernek bennünket. Hogy mi az Elsevier manapság, illetve úgy is fogalmazhatnék, hogy hogy kerül akkor a csizma az asztalra. Az Elsevier tulajdonképpen egy nagy információ technológiai vállalat. Ez egy olyan átalakulás, ami most már legalább 10 éve tart. Lényegében az Elsevier legközelebbi, rokonai a globális piacon már az IBM, az Oracle és hasonló nagy-nagy információ technológia vállalatok. A különbség az az, hogy a mi szolgáltatásaink azok kifejezetten a kutatási szférára vonatkoznak. Tehát az Elsevier megoldások, adatbázisok, eszközök azok kutatói, informatikai infrastruktúrát jelentenek. Nem egy általános célú, hanem kifejezetten a tudományos kutatásra vonatkozó infrastruktúrához. És itt most akkor gyakorlatban kipróbálnánk majd néhány eszközt, de nem is az eszközök a fontosak, azt hiszem, hanem az a tartalom, ami ezek segítségével föltárható, és aminek Járményi professzor úrral egyeztetve végül azt a címet adtuk, hogy kiválóság és kihívások a Miskolci Egyetem kutatási programjaiban. Mielőtt belecsapnánk maguknak az eszközöknek a használatába, néhány szóval azért hadd alapozzam meg, hogy mi az, amit egyáltalán látni fogunk. Ahogy említettem, tehát egy olyan infrastruktúráról van szó, ami egy kutatásra, tudományos kutatásra specializálódó informatikai infrastruktúra vagy architektúra. A legalapvetőbb rétegét ennek két olyan adatbázis képezi, ami az önök számára is elérhető. Tehát rögtön egy jó hírrel kezdeném, hogy a Scopus adatbázis is, és a Mentori is olyan, ami minden miskolci hallgató, kutató, doktorandus és az egyetem egész közössége összes polgára számára elérhető. Megkérdezhetem, hogy ki az, aki Mendeley profillal rendelkezik és használja Mendeleyt? Vannak, köszönöm, még ha nem is nagyon sokan. A kettő között van egy különbség. A Scopus azért elérhető Miskolcon, mert az EISZ, a Nemzeti Elektronikus Informatikai Szolgáltatások programban, a programon keresztül az egyetem előfizet rá, a Mendeley pedig tulajdonképpen szabadon elérhető, tehát az egy teljesen szabadon használható termék, egyénileg tud az ember regisztrálni és megkezdeni a használatát. Annak is van intézményi kiadása, ami kicsit többet tud, bizonyos korlátokat, mennyiségi és tárhely korlátokat bővítünk vagy eltörlünk, de alapvetően a Mendeley az definíció szerint szabadon hozzáférhető, a Scopus pedig egy előfizetéssel férhető hozzá, ami évről évre megújul itt az egyetemen. Elsősorban a Scopusról fogok majd részletesebben beszélni, úgyhogy megelőlegezve a Mendeleyről csak annyit, hogy az egy tulajdonképpen kutatói szociális hálózat.
hát funkcionalitását tekintve mondjuk referencia menedzsernek is tekinthető, az ember a saját dolgozatai, saját publikációi összeállításakor a referenciákat, hivatkozásokat nagyon szépen gondozhatja, karbantarthatja, frissítheti a segítségével. De ami ez igazán jellemzi ezt a platformot, az az, hogy ez egy, hát nagyon lebutítva azt mondhatnám, ez egy kutatói Facebook lényegében. Most azt hiszem körülbelül 6 millió felhasználója van világszerte, mind-mind olyanok, akik kutatással foglalkoznak, kutatók, kutatásokat olvasnak, kutatási programokat irányítanak, és összedolgoznak, tehát bemutatják egymásnak az eredményeiket, együttműködő partnereket keresnek, felhasználják a másik által megosztott tartalmakat, és így tovább. Úgyhogy nagyon ajánlom a Mendeleynek a használatát, ez egy külön szeánsz lehetne, hogy bemutatjuk, kipróbáljuk, és körbejárjuk. Most én igazából arra szeretnék koncentrálni, amit egy kicsit fölfelé található ettől az alapvető infrastruktúrális rétegtől. Scopusról mindjárt beszélnék egy kicsit bővebben. Van egy olyan adathalmazunk minden esetre, ahogy talán látszik is, néhány olyan kulcsterület, vagy nagyon sok olyan kulcsterület található meg, kerül leképezésre ebben az adathalmazban, ami a kutatói munkát jellemzi. Tehát például maguk a kutatók, a finanszírozási források, az együttműködési lehetőségek, az együttműködő hálózatok, akár a kutatási eredmények itt gyűjthetők, tehát lehet adatrepozitóriumot építeni mondjuk a Mendeleyben. És így tovább, tehát ez erre a, hogy mondjam, modellre, adatmodellre, talán önöknek használhatom ezt a szót is, erre építkezve aztán jönnek a, hogy mondjam, az értéknövelt megoldások, vagy mindenféle szolgáltatás, ami az adatokból építkezik. Látszik ott egy olyan réteg, hogy elemzői szolgáltatások. Tehát az elszevérnek van egy olyan tevékenysége, hogy nézzük ezeket az adatokat, és elemzéseket készítünk belőle. Két példát mondanék, nem olyan régen készült több európai város számára olyan várospolitikai támogatóanyag, szakpolitikai támogatóanyag, ami az adott várost, mint kutatási központot mutatja be. És akkor ez letehető a polgármester asztalára, letehető a képviselőtestület asztalára, akiknek van egy fejlesztési stratégiájuk, és hogyha azt adatokkal szeretnék alátámasztani, nem pedig légből kapni, akkor íme itt egy riport, ami mint kutatási teret definiálja az európai várost, például készült ilyen Amsterdamra, készült ilyen Párizsra, hát ezek igen komoly elemzések. Egy másik nemrégi elemzés az a németországi kutatói közösség, társadalmi nem, tehát gender szerinti elemzését tartalmazta, föltárta azt, hogy vajon más-e a kutatói életpálya, ha az illető kutató férfi, más-e, hogyha nő, mik a különbségek, és levonható ebből bármilyen értelmes következtetés. Szükséges-e például női kutatókat külön ösztöndíjakkal támogatni, és így tovább. Hát mondjuk ilyen elemzések készíthet. És aztán van egy olyan legfelső szinten szereplő megoldás réteg, ami tulajdonképpen egy önkiszolgáló infrastruktúra. Tehát például egy egyetemnek, egy kutatóintézetnek, egy kutatásért felelős kormányzati hivatalnak az asztalán ott lehet a SciWell elemzőeszköz, vagy ott lehet a Pure rendszer. A SciWell-t fogjuk itt megnézni egy órán keresztül, úgyhogy azt egész részletesen körbe fogjuk járni. Ez egy kifejezetten analitikus platform, ami a kutatási teljesítmény mondjuk úgy életciklusában mindenféle megfogalmazott kérdésre igyekszik választ adni. A Pure az pedig egy munkafolyamat támogató eszköz a kutatási programban, tehát az olyan, mint egy ERP rendszer, mint egy SAP rendszer, megint csak, hogyha az Elsevier-t az SAP-hoz hasonlítom, csak éppen kutatóintézet számára. Tehát ez a kutatóintézetnek az ERP-je, az Elsevier kiadásában a Pure nagyon sok helyen használják,
A Cyber-t is nagyon sok helyen használják, több helyen. Van egy magyarországi Cyber konzorcium is, a Scopus konzorciumon túl, aminek tagja a Miskolci Egyetem. A Cyber konzorciumnak egyelőre még nem tagja, de nagyon reméljük, hogy az az idő is eljön, hogy ezt az eszközt is itt akkor használva vehetik az egyetemet. Egészen röviden, így nagyon nagy vonalakban, hogy lezárjam ezt a gondolatsort, így kerül a csizma az asztalra, tehát ez az, amivel az Elsevier foglalkozik, és ebből az irányból közelítve fogjuk most tudni megnézni a Miskolci Egyetemet. Hadd kérdezzem meg, hogy bármilyen kérdés, ötlet, visszajelzés ezzel kapcsolatban, hogyne bármikor. Én nekem ennek kérdésem, a megnevelő kapcsán valóban az hozzáférhető bárki számára. De volt az, hogy esetleg intézményi vonatkozásban kicsivel többet tud? Aztán van olyan munkacsoport, két dolgot tudok mondani rögtön, amiben biztos vagyok, csak azzal kevésbé foglalkozom közvetlenül, de két jellemző terület, ahol többet tud. Az egyik az együttműködő munkacsoportoknak a mérete. Most azt nem is tudom, ha van itt önök között felhasználó, akkor jobban tudja, mint én, hogy ez hány fő lehet. 5, 10, 25, valahol van egy határ, ami gyakorlatilag utána megszűnik, tehát akár mekkora együttműködő csoport lehet. Ettől válik intézményivé a dolog, mert akkor azt mondhatjuk, hogy például Miskolcon, meg úgy egyébként is, de akkor értelmezzük Miskolcra, hogy akár mekkora munkacsoport itt az egyetemen összedolgozhat, meg a nemzetközi partnerek benne lehetnek. A másik pedig, hogy van egy tárhely méret, ami x gigabájt jelen pillanatban, és 20x, hogyha az intézményi kiadást veszük. Ezzel kapcsolatban más ötlet, észrevétel. Köszönöm szépen, akkor mennék tovább, és ígértem, hogy a Scopusról fogok egy néhány szót szólni. Rögtön hadd kérdezzek, hogy ki az, aki ebben a szemeszterben, tehát itt most már fél év vége felé vagyunk, kinyitotta a scopus.com weboldalt. Jeleznék nekem? Látok egy pár jelzést, de kisebbségről van szó, hát akkor fussunk neki messziről, azért, mert ez az, aminek aztán tényleg érdemes neki. Ki az, aki kinyitotta a Google Scholar-t? Sokkal többen vannak. A Scopus olyan, mint a Google Scholar, csak megbízható. Ez a különbség. Tehát nem egy fekete doboz, amit mindenki ismer, de nem tudjuk, mi van benne. A Scopuson pontosan tudjuk, hogy mi van, tehát az egy hitelesített rendszer, és éppen ezért használják minden olyan helyen, ahol hiteles adatra van szükség. Ugye a Google, hát nem a Scholar, de minden, a Google-t mindenki használja, én is, az remek, az ember gyorsan megtalál valamit, melyik videóklipet akarja megnézni, elfogyasztja, tökéletes. De ha kutatóként dolgozom, akkor ugye ennél egy picit többre van szükség, tehát akkor valóban hiteles adatra van szükségem, meg kell értenem, hogy a világban belőlem pontosan mi látszik, és nem csak a Scholaron keresztül, hanem mondjuk azon a platformon keresztül, amit az Európai Kutatói Tanács, például Amerikában a legnagyobb finanszírozó szerv kizárólagos platformként használ, vagy mondjuk a ranking rendszerek, ugye a Times Higher, mint a QS, kizárólagos adatplatformként használ. Tehát nem a Google Scholar-t használják, Scopus-t használják. Meg szeretném mutatni, hogy vajon miért. Tehát a Scopus az a világ legnagyobb absztrakt és hivatkozási idézői adatbázisa. Tudományos szakirodalom, tehát a lektorát tudományos szakirodalom tekintetében, és azon túl, hogy van egy adatbázisunk, azon túl ennek az adatbázisnak a tartalmát elemezve, végül is követni, elemezni, vizualizálni lehet a kutató munkát. Ha egy pici időnk lesz, lehet, hogy majd akkor ránézünk a Scopusra is, csak egy ízelítőként, mert ugye nem sokan jelezték, hogy egyáltalán ezt használják. Mi van benne a Scopusban? Több mint 5000 kiadónak az adatai, 105 országból, 22 000, körülbelül 22 000 folyóirat és másfajta tartalmak is, 90 000 konferenciának a dokumentációja, jelen pillanatban 120, vagy most már inkább 140-150 ezer egyedi könyvcím,
és ennek a lebontása, ahogy látszik is, a különböző tudományterületeken, a szigorúan vett physical sciences, természettudományok, fizikai tudományok, ideértve a mérnökséget is egyébként, területéről 7400 folyóirat van, az egészségtudományok területéről majdnem 6800, társadalomtudományokról is több mint 8000, és az élettudományokról majdnem 4500. Ha ezt összeadom, az ugye több is, mint 22000, mert vannak folyóiratok, amelyek kiadói vagy szerkesztői politika szerint multidisziplinálisak. Hát ez az az adatmennyiség, amivel dolgozunk. Igen. Igen, ezt szeretném bemutatni, csak a legnagyobb vonalakban. A Scopus adatbázis az 2004 óta érhető el. Hosszú ideig, 1996-ig visszamenőleg szerepeltek benne idézetek. Ami ugye azért felvetette azt a kérdést, hogy na de mi van akkor, ha én egy tapasztalt kutató vagyok, és a munkásságom az jóval korábban kezdődött, úgyhogy ezt kibővítettük, két évvel ezelőtt visszamentünk 1970-ig, tehát most ott tartunk, hogy 1970 óta, ami ugye most már 47 év, gyakorlatilag aki aktív a kutatói pályán a teljes életművére vonatkozó hivatkozásokat, idézőket meg fogja találni a Scopusban. És a bővülés folyamatos tartalmilag is, ez a 22000 cím, ez egy pillanatnyi állapotot tükröz. A különböző tartalmak nyilván máshogy és máshogy felelnek meg a tudományosság igényeinek, vagy más és más szeretét képezik le egy kicsit, hordozzák egy kicsit a tudományosságnak. A folyóiratokat mindannyian jól ismerjük. A konferenciák nagyon fontosak a műszaki tudományok és a számítástudományok, informatika területén, úgyhogy ezért fontos, lehet talán fontos önök számára is. A könyvek pedig a társadalomtudományok és a bölcsészettudományok számára jelentenek ugye publikációs platformot. Ezért van az, hogy mindegyik elérhető és egy egységes felületen keresztül. Itt látszik, hogy a cikkek száma hogyan nőtt az elmúlt években. Ezek a kiadók, ahogy említettem, több mint 5000 kiadó van. Ott van például Magyarország az akadémiai kiadó, de van olyan miskolci folyóirat is, amelyik tehát itt az egyetem gondozásában jelenik meg itt minden a Scopusban. Egy vetélytársa van a Scopusnak a világban, ez nem a Google Scholar, hanem a Web of Science, amit talán ismernek szintén többen. Egy régebbi eszközről van szó. A Scopus igazából sokkal többet fed le, tehát lefedi mindazt, amit a Web of Science, és még egy nagy adaggal többet. És Ezt hívják, Web of Knowledge-ot is hallottam, vagy az a régebbi? A régebbi volt a Web of Knowledge, egy ideje Web of Science, és ugye a Thomson-é volt a termék, aztán őket felvásárolta a Reuters, és a Thomson Reuters nevű nagy nemzetközi cég volt a kiadó, és ők eladták tavaly, illetve piacra dobták mondjuk úgy ezt a terméket, és megvásárolta egy Clarivate nevű cég, ez egy kínai befektetői csoport pillanatnyilag. Hát azt hiszem ebből látszik, bár ezt így nem akartam elmondani, látszik, hogy körülbelül most milyen a státusza a Web of Science-nek a világban, tehát meglehetősen bizonytalan. Azt szeretném kiemelni, hogy ugye látszott, hogy több tartalom van a Scopusban, főleg Kelet-Európában, ahol most Magyarország is tartozik, jóval több. Tehát mondjuk úgy a feljövő, feltörekvő tudományosságú területeken a legnagyobb ez a különbség. Mindenhol megvan a különbség, de mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában, Kelet-Európában nagyon szignifikáns. Miért érdekes ez? Azért, mert hogyha én magyar kutató vagyok, és magyarországi folyóiratban, vagy egy számomra jól elérhető folyóiratban publikálok, ami mondjuk nem a legmagasabb impakttal rendelkezik a világon, de kellően jó ahhoz, hogy láthatóvá tegyen engem is, az sokkal nagyobb eséllyel szerepel a Scopusban, mint bárhol máshol, tehát ezért célszerű erre figyelemmel lenni.
Azt szeretném csak jelezni, néhány számmal érzékeltetni, például ezzel az 1,4 milliárd idézett hivatkozással, vagy mondjuk a 36,5 millió szerzői profillal, hogy ha úgy veszem, vagy úgy fogalmazom meg, ez egy ilyen igazi big data, nagy adat probléma, amiről beszélünk. És amikor elemzünk kutatásokat, az egésznek az értéke, hogy egy nagyon nagy és értékes adathalmaz áll rendelkezésre, amivel akkor valós információt, vagy legalábbis hiteles, értelmes információt ki is tudunk nyerni. Volt szó arról, és korábbi előadáson talán professzor úr is kérdezte, hogy hogyan kerülnek folyóiratok a Scopusba. Egész röviden, mielőtt a gyakorlatra térünk. Tehát innen, ezért nem fekete doboz, mert van egy testület, ez a Content Selection and Advisory Board névre hallgat, ők független szakértők, nem Elsevier alkalmazottak, maguk is kutatók, igen, rangidős személyek, akik döntenek arról, hogy X, Y vagy Z folyóirat, amelyet a szerkesztője ajánlott, az bekerül-e a Scopusba vagy sem. Ez a kiadónak, szerkesztőnek nem kerül semmi pénzbe, ugye ez egy presztízs dolog. Ennek a testületnek van egy mandátuma, a mandátum gyakorlatilag arról szól, hogy a Scopus az egy hiteles és a legbővebb, legértékesebb információt nyújtó adatbázis legyen ezen a területen a világon. Ezt kell, hogy az ő döntését fönntartsa, vagy ennek a mandátumnak megfeleljen. És van egy egészen minimális követelményrendszer, aminek meg kell felelni, tehát hogy peer review folyóirat legyen, angol nyelvű absztraktok szerepeljenek benne, rendszeresen kiadásra kerüljön, latin nyelvű hivatkozások legyenek benne, és legyen egy kiadói etikai nyilatkozat, ez egy minimális követelményhalmaz, aminek meg kell felelni, és utána van egy igen alapos minőségi ellenőrzés, ami kiterjed a folyóirat politikájára, a benne lévő tartalom minőségére, amit egyrészt szubjektíven tud mérni a zsűri, másrészt például a Scopuson keresztül. Egy folyóirat még nincs benne, de már egy csomó hivatkozás benne lehet a folyóirat cikkeire. Tehát megállapítható, hogy mennyire aktív részese ez a folyóirat az adott terület tudományosságának. Rendszeresség, online elérés, tehát ezt alaposan körbejárjuk, és ezután születik a korai döntés. Mint látszik, a mi régiónkban is egyre több folyóirat kerül a Scopusba. Magyarország nem szerepel, de például Csehország, Lengyelország, más európai országok szerepelnek. Például Csehországban a 2011-14-es időszakban 39 folyóirat bekerült a Scopusba, volt 87, ami még pályázott, azok nem kerültek be. Tehát körülbelül egy harmados arány volt ez. Lengyelország is hasonló, ott 51 folyóirat került be a Scopusba. Magyarországon ez a növekedés sajnos nem ennyire jó, körülbelül 100, nagyjából 100 aktív folyóirat van a Scopusban jelen pillanatban Magyarországról, de ez nagyon lassan növekszik. Hát ez egy adottság, majd meg tudjuk nézni, mi mindennel függ össze. Mi nyitottak vagyunk, hogy legyen több, és van egy újraértékelési folyamat is. Ezt az egész prezentációt át fogom adni önöknek. Az a lényeg, hogy évente gördülő rendszerben újraértékeljük most már a folyóiratokat, és hogyha ebben a 6 kritériumban súlyos eltérések mutatkoznak a folyóirat teljesítménye és az adott terület átlagos folyóiratainak a teljesítménye között, akkor probléma van. Tehát itt olyanok szerepelnek, mint önidézetek száma, összes idézet száma, hivatkozás publikációnként, összes cikk száma, absztraktok elérése, tehát a Scopus felhasználói használják-e az absztraktokat, és a full textet megnyitják-e, hogyha minden egyes esetben fele annyi vagy dupla annyi az adott folyóiratnak a metrikája, mint az átlag, akkor probléma van, és akkor ezt jelezzük a szerkesztőnek, és van egy évjavítási időszak. No hát, hogy hogyan támogatja a Scopus meg a SciWell a kutatási programok irányítását, azt akkor most megmutatnám a gyakorlatban is. Én is beszéltem annak idején róla. Az egyik kolléga, hogy külön a
Igen. Akkor már biztos, hogy nem teljesen úgy, csak olyan kevesen jelezték, hogy fél éve kíván használták volna, hogy tényleg csak két képernyő erejéig. Igen, az ismerős is volt. Hát ez itt... Ez itt... Háromkor látszott az egyetem a Skopuszban. Valami miatt a nagyon-nagyon-nagyon lassú. Ez... Betartás. Kísérletezhetünk, lehet, hogy itt egy jobb hálózatot tudunk kérni, ha van jelszó, tudnak nekem segíteni jelszóval? Van egy... És a pusza intézet? Egy jelszóra mindenképpen szükség lesz, hogy az van. Akkor megpróbálom, és mire kapottad sem. Tud nekem segíteni egy jelszóval, akkor lehet, hogy ez megfelelőbb lesz. De ez így kell beleírni? Látszik közben? Ja, ez már lehet. A Skopuszról egy dolgot szeretnék bemutatni akkor, és nem is megyünk mélyebbre, és nem kezdünk el itt profilokat, meg egyebeket nézegetni. Tényleg mindenki megteheti. Azt szeretném kiemelni, hogy ez a Skopusznak a nyitóképernyője. Ez most már olyan egyszerű, amennyire csak egy szakadatbázisnak, mondjuk így, vagy kutatói adatbázisnak a nyitóképernyője lehet. Az alapkeresés az dokumentumokra vonatkozik, és kulcsszó alapú. Lehet aztán szerzőt, intézményt keresni, meg összetett kereséseket összeállítani, de ha csak azt megnézzük, mert talán nem ebbe az irányba indultak, hogyha mondanak nekem egy akármilyen kulcsszót, tehát egy angol nyelvű tudományos koncepciót, ötletet, akkor megnézzük, mi van a Skopuszban ez ügyben. Environment. Hát abból lesz. Valószínűleg jós lesz. Inkább szerintem vegyünk egy ilyen elegvillamos mérnek, meg itt a hallgató, az is egy villamos mérnek, vagy legyen itt valami, nem tudom, valami ilyen villamos témában, nem jön már, hogy két szó kellene angolul, mert egy szó az kevés. Hát az se jó. FPGA. Nézzük meg így, mert én is kíváncsi vagyok, hogy így akár talál, mit talál. Kollégium egyébként ő a Szapienci Egyetemnek a képviselője. Igen. A skárdalatunk az előtt. Hát ő is érdeklődik ez ide. Rengeteg mindent talált, és ezek valószínűleg ugye mind-mind, vagy a legnagyobb részük az releváns lesz. Most időrendi sorrendben listázza a találatokat. Látszik, hogy már a 2017-es évben is több mint 1300 publikáció van ezen a területen. És ha meg azt szeretném megnézni, hogy megváltoztatva a
sorbarendezést, hogy melyek a legidézettebbek, akkor biztos, hogy lesz köztük olyan, aminek több száz az idézettsége. Például látszik itt egy ilyen nagy alapmű, ez a cím, hogy Reconfigurable Computing, a Survey of Systems and Software, ami az ACM Computing Service-ben jelent meg 2002-ben, ezt 786-an idézik, tehát ez egy ilyen nagy-nagy alapmű lehet, de aztán van még egy jó csomó, és lehet finomítani is egyébként a keresést nyilván. És még teljes szövegek is elérhető. Igen, tehát itt tulajdonképpen két kattintás, vagy három kattintás az egész, az első a kulcsszó volt, utána eljutok a következő szintre, ahol a publikációnak a metaadatait, tehát hogy hol jelent meg, kik követték el, mi a címe, mi az absztraktja, és mik a kulcsszavak, ezeket tudom elolvasni, és mik a milyen referenciákat használ, ugye szép hosszan itt van 167, és még egy kattintással már a full textnél vagyok, hogyha éppen arra a full text adatbázisra elő vagyok fizetve, ugye, hogy open access. Tehát akkor meg tudom nyitni a full textet is. Nem open access-nek előfizetőt kell lenni, így van. Meg kell, hogy nyíljon. Csak ezt szerettem volna bemutatni, hogy tényleg itt az ember el tud kezdeni böngészni. Hát én magam nem foglalkozom kutatással, de sokszor eszembe jut utána nézni valaminek, egy alaposabb szinten legalábbis, mint ahogy a Wikipédiában az megtehető, és akkor a Scopus-t használom. Mert nagyon gyorsan, például kurrens szakirodalmat lehet találni róla, bármilyen területen. Orvosi területen, műszaki területen, társadalomtudományi területen, nagyon érdekes dolgok vannak. Jó, én itt ezzel be is zárnám a Scopus-t, mert nem ez a szűkebben vett témánk, viszont azért, közben itt van a full text, azért szerettem volna bemutatni, mert a legnagyobb adat mennyiség, ami ezen a Cyber elemző rendszeren keresztül látható, az a Scopus adat lesz, csak már feldolgozva, vizualizálva is. És ezzel akkor ünnepélyesen el is kezdenénk a Miskolci Egyetem fókuszú elemzéseket. Hát itt ez a Cyber rendszer. Ez egy olyan dolog, amit én is most látok először, mert az április legvégén jelent meg újdonságok. Jó, majd legközelebb ezt elolvasom. Mivel ez egy online szolgáltatás, ugye folyamatosan új funkciók megjelenhetnek benne. És akkor nézzük meg a legegyszerűbb nézőpontot, az overview, áttekintés nézetet. Én biztos vagyok benne, hogy a Miskolci Egyetemmel már dolgoztam nem olyan rég, úgyhogy itt van a University of Miskolc, de egyébként több mint 5000 kutatóhely, intézet, országcsoport van benne a rendszerben, ezek gyorsan kereshetők. Most a Miskolci Egyetemet látjuk is. Tehát így néz ki a Scopuson keresztül lényegében, és aztán a Scopus adatokat ezen a szájvelen keresztül vizualizálva a Miskolci Egyetemnek a tudományos teljesítménye. Itt most a 2011-2016-os időszakot nézegetjük. És ebben az időszakban látszik, hogy 1085 publikáció készült, ez 2500 idézetet vonzott, 577 szerző. Van egy olyan mérőszámunk is, amire később kiértérnek, ez a Field Weighted Citation Impact, ez a fajlagos idézettsége a teljes egyetem publikációs, az egyetem teljes publikációs halmazának. Az is látszik, hogy ugye hagyományosan a legnagyobb részarányt a mérnöki terület képviseli, itt az 1085-ből 473 publikáció az a mérnöki területen van, de ezen kívül az anyagtudomány, a
vegyészmérnökség, kémia, fizika, ezek mind-mind nagy számban szerepelnek, vagy adtak publikációt. Külön elkülönítve látszik például az environmental science, a földtudományok, és látszik egy picike, vagy kisebb szeret a társadalomtudományokból is, és orvostudományokból is. Ezek tehát olyan publikációk, amelyek az adott két terület felé is affiliáltak. Az, hogy 3,6 mondjuk a társadalomtudományok aránya, 3,6%, hát ezt önökre bízom, el lehet dönteni, ez sok vagy kevés. Vannak olyan egyetemek, nagy általános profilú kutató egyetemek a világban, ahol ez mondjuk eléri a 10%-ot, tehát mondjuk egy nagy közép-európai egyetemnél is, de az mondjuk egy top érték, mert azért hagyományosan ugye a természettudományok azok inkább nemzetköziek és jobban indexeltek és többet is publikálnak és többet hivatkoznak rájuk, úgyhogy ilyen összehasonlításban ez a 3,6% nem biztos, hogy olyan nagyon alacsony. Nyilván, hogyha én miskolci társadalomtudós vagyok, akkor azért muszáj, hogy törekedjek arra, hogy a szkópuszban látható legyek, tehát ugyanúgy, mint bárki más. Ha tovább bontom, rákattintok erre az engineeringre, hogy azon belül mik vannak, látszik, hogy a gépészmérnöki tudományok és a anyagtudomány, vagy hát anyag, mechanics of materials, anyag mechanika, nem tudom, hogy hívják ezt önöknél, angolul így hívják. Én még anyagtechnológiát tanultam a műszaki egyetemen, de például ez, hogy mechanics of materials, ez pontosan mi nyilván egy önök számára jobban érthető. Szerintem anyagtudománynak fordítani. Lehet, hogy anyagtudomány. Jó, de van más is, tehát például ugye volt a villamosmérnökség. Látszik, hogy nem olyan sok publikáció van például a villamosmérnöki területen, összesen 21 ebben az 5 éves időszakban. Ez tehát egy nagyon-nagyon gyors áttekintés az egyetemről, és most maradjunk a mérnöki tudományoknál, jó, csak a példakedvéért, mert megnézhetnénk bármi mást, és ha kicsit lejjebb jövök, akkor látszik az is, hogy a Miskolci Egyetem mérnöki területen zajló kutatásai azok egy első ránézésre, hogy néznek ki néhány metrika alkalmazásával, vagy néhány metrikai szemüvegen keresztül. Az egyik, ez a top citation percentage, vagyis a publikációs halmaznak hányad része, hány százaléka az, amelyik az adott tudományterületen a világ legtöbbet idézett 10%-ában benne van. Tehát a Miskolci publikációs halmaz a mérnöki területeken, a világ publikációs halmaz a mérnöki területeken, top 10% idézettség szempontjából a Miskolcinak hányad része az, ami ott van a globál top 10%-ban, és ez látszik, hogy ez az arány 3,9%. Tehát ez azért azt jelenti, hogy ez alacsonyabb, mint elvárható lenne, mert a világ átlag, hogy az 10% lenne. Az én publikációim 10%-a az a világ legidézettebb publikációi közé tartozik. És látszik, hogy Magyarországon mérnöki területen ez egy igen jó szám, 14%. Tehát a magyarországi mérnöki témájú publikációk 14%-a ott van a világ legidézettebb 10%-ában, tehát ez Miskolcon 3,9%, tehát itt mindenképpen úgy gondolom van minőre gondolkodni, beszélgetni, fejlődési terveket szőni a magyarországi összehasonlításban is. Egy következő, hogy a legidézettebb folyóiratokban, a 10% legidézettebb folyóiratban hogyan szerepelnek miskolci publikációk. Itt látszik, hogy 11,7%. Ez már egy más arány. Ez ugye azt jelenti, ez körülbelül egy elvárható arány, tehát hogy a legjobb, legidézettebb folyóiratokban, itt ez a SiteScore metrika alapján rangsorolja a folyóiratokat, azt is megnézhetjük akár micsoda, tehát a
10% legjobb minőségű folyóiratban van a miskolci publikációk 11,7%-a. Oké, a magyaroknak pedig a 25%-a, de az most mindegy, megint csak. Itt az látszik, hogy a miskolci kutatók, egyébként a többi magyarhoz hasonlóan is, tulajdonképpen oda tudnak érni a jó folyóiratokhoz viszonylag jó arányban. Hát konkrétan a cikkek azok nincsenek annyira a legidézettebbek között. De a folyóiratok elérése, mint ugye a publikációs platform elérése, az azért sokkal jobbnak látszik. Tehát ezen lehet építkezni. És még, igen? Az a még bennem gondolatként elvetődött, hogy olyan magas, tehát 25% az viszonylag magas. Igen. Meg később lesz még 50% is, hogy ez egy országos átlagot tartalma. Igen. És akkor azt mondjuk, hogy van egy csomó felsőoktatási intézmény, mindegyik csinál valamit, igen. És hogy a Miskolci Egyetem most ehhez képest ő nem érzi az ember, hogy ennyire el lenne maradva. Engem is meglep, és én nem nézegettem előre, tehát nem próbáltam se kozmetikázni, se az adatokat, se sokkolni önöket, ez az, amit most látunk. Utána lehet menni, persze, és elképzelhetőnek tartom, hogy vannak még miskolci cikkek valahol, amik valahogy nem jól vannak ott a szkópuszban. Tehát csak, az affiliáció az után kéne. Az átlag 25%-ban, sokkal jobb is vannak a csapatban, a 11 mellett, a 25 mellett, ez biztos. Ez biztos, de majd nézzük meg, majd egy pár magyarországi egyetemet egymás mellé teszünk, és akkor látszik, hogy aki önök számára érdekes. Most ez csak a mérnöki terület egyébként, tehát lehet, hogyha visszalapoznék. Én úgyis mérnök hallgatók van, hogy őket ezért legyen egy másodikus. Vagy nem is. Nem biztos, hogy csak mérnöki, de akkor most egyértelműen menjünk a mérnökség felé. Lehet, hogy innen, ha kiválasztom, az a legbiztosabb, mert eddig a diagrammal foglalkoztam. Igen, kicsit más, hát hasonló nagyságrendileg. Az előbb az össztudományosságot néztük mégiscsak, és akkor most nézzük a mérnökséget, ahol látszik, hogy arányaiban azért a 4% az sokkal közebb van ahhoz a 7,2-höz, és a 8,2 ugye alacsonyabb, mint a 11,7, de közelebb van a 18,2-höz, mint a 25-höz volt a 11,7. És van itt még egy érdekes metrika, ez a nemzetközi együttműködés, hogy ez miért nagyon fontos, ezt látni fogjuk gyakorlati példán keresztül. Addig is, aki eddig nem gondolta volna, hogy ezen áll vagy bukik minden, nagyon sok minden ezen áll vagy bukik. Itt látszik, hogy a miskolci mérnöki publikációknak az 22%-át, tehát ilyen egyötöde, egynegyede, ami nemzetközi együttműködésben készül, Magyarországon ez 36%. Itt a Szapiencia kollégának milyen jó lehetőség, hogy ezt a számot feltornáz. Na majd mindjárt megnézzük, hogy Miskolc és a Szapiencia között van-e már együttműködés. Hát ez volt egy ilyen nagyon gyors áttekintés, mert csak annyit csináltunk, hogy tulajdonképpen egy képernyőt nézegettünk végig csak, hogy egyáltalán hogy néz ki a Miskolci Egyetem. Ez azért fontos, mert most ugye magunkat nézegetjük hát valamilyen tükörben, ami most lehet, hogy torz vagy furcsa, de mindenki más is egyrészt ugyanezt a tükröt tartja maga elé, hogyha a szájlet használja, másrészt, ha ezt egy ablakként fogom föl, ugye ez az ablak, amin keresztül belátnak Miskolcba. Tehát hogyha egy együttműködő partner szeretné megérteni, hogy mi zajlik az önök egyetemén, akkor jó eséllyel ezt fogja nézegetni. Mert erre konkrét példáim vannak, mondjuk jártam a Ljubljánai Egyetemen, itt egész Kelet-Európában ügyködöm én, csak azért hozom ezeket a példákat. Jártam a Ljubljánai Egyetemen, ahol elém tették egy japán egyetemnek a szájvel adatait, meg a, majd látjuk, kompetencia térképét, ez nem az, az majd jön, és hogy ők ezt kapták a japánoktól, és hát szeretnének egy hasonlót visszaküldeni, mert akkor van miről beszélgetni. Most más kérdés, hogy a japánok persze a Ljubljánai Egyetemet is ugyanígy megnézhették volna, de ők borzasztó rendesek voltak, és nem azzal kezdték, hogy hát itt vagyunk mi, és itt vannak önök, hanem hogy itt vagyunk mi, és akkor önök hogyan mutatnak be saját magukat.
Úgyhogy hát ez egy ilyen elég elterjedt információs platform. Említettem a kompetencia térképet. Nagyon kíváncsi vagyok, mert egy pár éve már, hogy én a miskolci kompetenciákat itt az egyetemen a rektor úrral és a csapatával együtt nézegettem. Kíváncsi vagyok, ez hogyan változott. A kompetencia... Akkor táblázatos formában fogjuk megnézni, de nagyon jó, nem annyira látványos, mintha lerajzolná nekünk, de van 22 sor ebben a táblázatban. Ez mind-mind olyan finoman, pontosan definiált, tulajdonképpen kutatási program, azt kell, hogy mondjam, vagy így lehetne lefordítani, ami a Miskolci Egyetemet, mint kifejezetten kiváló kutatóhelyet, helyezi a világ tudományosságának a térképére. Tehát, hogyha az előbb az egy kicsit meglepő vagy ijesztő volt, hogy hoppá, minket nem idéznek annyian, ugyanakkor vannak programok, amelyek nagyon jók és láthatók. Mindjárt meg alapvetően bele is nézünk egyikbe másikba. Tehát például az egyik legerősebb program, itt kulcsszavak vannak, az a cutting, machining, surface roughness. Biztos, hogy ismerik, hogy miről van szó. Igen, itt a kolléga, aki nem személyesen szerepel ott benne. Egy néhány kutatóval. Igen, tehát ez a felületi érdesség, vágás technológia. Forgácsolás. De vannak mások is, például a metallic glass, amit félművegnek fordítanak, ötvözetek, termodinamika, ezt az absztraktnak a szövegbányászatával nyertük ki. Tehát ugye ezek kulcsszavak, aki érti a dolgot, az rögtön érti, hogy miről van szó, és itt is ugye a kutatóknak a neve. És hát a legtöbb egyébként így első gyors olvasásra mind-mind fizika, kémia, mérnöki tudományok területén van. Kíváncsi vagyok, hogy picit lejjebb vannak-e olyanok, amelyek nem ilyenek. Hát, látok például itt egy ilyet, hogy beszéd, szemantika és beszéd feldolgozás. Például ez egy ilyen szoftveres területnek tűnik. De akkor nézzük meg rögtön az elsőt, ezt a DC-t, az a Distinct Competency, vagyis ugye különös kiválóság. Miért mondjuk azt, hogy ez egy erőssége az egyetemnek? Van itt egy módszertan, ami részletesen le van írva, én most ebben nem szeretnék belemenni, de az rögtön látszik, hogy miért erősség ez. A világban ez egy létező tudományterület, 1500 publikáció készült az utóbbi 5 évben, ami erről a valamiről szól. És ebből az 1500-ból 44 készült Magyarországon, és abból a 44-ből 31 Miskolcon. Tehát itt most ezek a számok vannak. Látszik, hogy a világban ez egy olyan stabil terület, hát egy picit csökkenő ágban van. Magyarországon és Miskolcon nagyon feljövőben lévő ágban van, tehát ezen akkor lehet gondolkodni, hogy mi éppen megelőzzük itt a világot, vagy valami olyat kutatunk, ami a világban már inkább kifelé menőben van, de mindegy, akárhogy is. Ezek a számok, ezek ugye abszolút értékben is nagyon jelentősek. Tehát, hogy ez Magyarországon belül van egy ilyen kompetencia központ Miskolcon, és ez a világban is látható. És ha össze szeretném hasonlítani, vagy pontosabban meg szeretném nézni, hogy egyáltalán kik azok, akik ezt a dolgot kutatják, kik publikálnak a legtöbbet, akkor látszik, hogy ezen a területen a Miskolci Egyetem publikál a legtöbbet a világon. Második helyen van a Cseh Védelmi Egyetem, és aztán van kínai, indiai, szlovák, amerikai, malajziai, német, budapesti műszaki egyetem, további német egyetemek, tehát a világban mindenhol foglalkoznak ezzel, és a legtöbbet Miskolcon publikálják. Hogy mik ezek a publikációk, rögtön meg lehet egyébként nézni, tehát itt mennénk tovább a Scopusba azonnal, és ott vannak a publikációk. Én arra lennék borzasztó kíváncsi, hogy vajon ezekkel a csehekkel van-e bármi együttműködés, nincsen. És akkor megnézzük majd a többit is. Igen, van keresés. Mert van jó együttműködés, mondjuk a Bécsi Egyetemben,
most éppen ott van a Kutárk János, majd örülni fogok, ha ezt elmondjuk neki, de a görögökkel is, nem tudom, az az Aténi, vagy a Tesszaloniki. Aténi. Tehát van egy működés, de a partnerkeresésnél ez segíthet. Persze. Tehát az, hogy melyik az a cseh egyetem, és akkor kihez lehet fordulni? Van ez a University of Defense. Akik érdekes módon ugyanúgy nagyon erőteljesen kutatják ezt, és valóban nulla közös publikáció van, tehát nincs még velük együttműködés, de nyilván meg lehet keresni őket. Itt vannak az általunk használt legfontosabb kulcsszavak kifejezések, és itt vannak az általuk használt kulcsszavak és kifejezések, tehát hogyha az ő kutatásuk fókusza kicsit más, például... Szerintem teljesen más. Teljesen más. Hát akkor lehet, hogy ezt érdemes lenne erről így beszélgetni. De az is lehet, ugye az is kiderülhet, hogy ez csak a szövegfeldolgozó algoritmus rokonította ezt a kettőt, és hogy ők nagyon mással foglalkoznak, tehát így jön be ugye az emberi intelligencia, de mindenképpen megér egy próbát, és hát nyilván meg lehet találni a szerzőket ezen az egyetemen. Akik a legtöbbet publikálják a világban, egy miskolci szerző, a Kunták professzor szerepel az első helyen. Ezt fotót lehetne csinálni. És akkor persze, nyugodtan, de ezeket én elküldöm. Nem, nem, nem. Hát lássák, hogy te is. Az egyik, a negyedik. Okay. Jó, elküldöm én ezeket az adatokat, jó, hogyha... Ez egy nagyon értékes adat. Hát itt vannak a cseh szerzők, akik mind rengeteget publikálnak, meg a Dortmundi Egyetem szerzője. Igen, az intézet. Uh-huh. Jó, hát ez egy nagyon gyors elemzés volt, hogy azt mondtuk, tulajdonképpen úgy kerültünk ide, hogy megnéztük, és még mindig az áttekintésben a Miskolci Egyetemnek a különleges kompetenciáit. Hát ez az a vonal, amin aztán tovább is lehet akár menni. Itt már nyilván ez egy elmélyült feltárás, hogy akkor tényleg miről van szó, mi az, amit az egyetemen belül is akkor kiemelt programként kell, hogy kezeljünk, magunkra felhívni a figyelmet, hova kell hoznunk az ösztöndíjasokat, és így tovább, mert látszik, hogy ide lehet. Meg tréfált engem ez a legújabb szájvel kiadás, mert most egy flash-t kellene letöltenem, amit én kihagynék. De az a lényeg, hogy ezt tudja vizuálisan egy ilyen kördiagramon, vagy nem is kördiagramon, hanem egy ilyen körös elrendezésben is ábrázolni, ugyanúgy, ahogy ott voltak a publikációk is, hogy az egyes tudományterületekhez mennyire vannak közel ezek a kompetenciák, és melyik az, amelyik így multidisziplináris, hogy mondjuk a közepe felé, vagy többhöz is gravitál. És van aztán egy ilyen mátrixos nézet, az meg azt tudja, az egy ilyen Boston Management Matrix, hogy nő-e a publikációk száma az adott területen, és a mi részarányunk az nő vagy csökken. És ugye ez meg a kutatási stratégiát informálja, mert máshogy kell kezelni egy olyan területet, ahol nekünk növekvő részarányunk van egy növekvő, mondjuk úgy, piacon, mint például, ahol növekvő részarányunk van egy csökkenőben lévő piacon. Egész egyszerűen másfajta kezelést igényel, mindegyik kiváló, mindegyik látható, de máshogy kell gondolkoznom a jövőjéről. Úgyhogy ezt tényleg csak így ízelítőnek szerettem volna bemutatni. Igen, ott az adott emberekhez megvan a saját maguk által megadott kulcsszó készlet, és akkor, ha valaki rákeres, akkor megtalálhatja azt, hogy az egyetem miben kompetens. Hát mindenki ugyanezekkel a problémákkal szembesül, tehát mi is ilyen megoldásokat fejlesztünk. Lényegében említettem ezt a Pure rendszert, annak is van egy portálja, ahol a kompetencia, egy nagyon hasonló, mondjuk úgy, kompetencia ábrázolás, vagy kiválóság bemutatás ugyanígy néz ki, az ő szkópuszból rögtön veszi, tehát az absztraktból veszi a kulcsszavakat, és akkor már nem kell bevallani, meg nem az
azon múlik, hogy én magamról mit mondtam, hanem hogy mi az, ami ugye a peer review journalben meg tudott jelenni, és akkor ezt úgy hívják egyébként sokszor, hogy szemantikai új lenyomat. Tehát a saját kulcsszavaim és azoknak egy súlyozott táblázata. Áttekintésben így nagyon-nagyon nagy vonalakban én ennyit szerettem volna bemutatni, és ugye itt van, hogy még nagyon sok mindent lehetne, tehát például a gazdasági vagy társadalmi hatását is lehet elemezni a kutatásoknak, de menjünk inkább egy olyan irányba tovább, hogy összehasonlítások. És akkor, hogyha mondanak nekem a Miskolci Egyetem mellett még egyet-kettőt, akivel érdemes megtenni az összehasonlítást Magyarországon, vagy a régióban, vagy a világban bárhol, akkor én ezt gyorsan be is állítanám. Például ki mennyit publikál, mennyit idézik, stb. Ilyen összehasonlításokat tudunk nézni. Mondjuk a Debrecen Egyetem, meg az Egeri Főiskola van közel, meg a Kassai Egyetem. A Tankassán két egyetem, és a Safarit, meg a Műszaki. Most majd fogunk menni a Nagyvárad Egyetemre, mert volt a Nagyvárad Egyetemnek a lektora, meg a lektora helyettesei. Meg van itt a szapiencia is az esetben. Nézzük meg a szapienciát. És akkor már itt... Nem biztos, hogy benne lesz. Azért nincs benne, mert valószínűleg a szkópuszban benne van, de itt még külön definiálni kellene. Hát akkor most sajnos szapiencia irányban nem fogunk tudni tovább elemezni, de... Még a BM-ben van, de... Hát nézzük, mert ők ugye nyilván bizonyos metrikákban majd mindenkit el fognak tüntetni az abszolút számokban, de nem baj, attól még föltehetjük őket. Jó, annyira nem rossz. Hát ugye még továbbra is olvasható a táblázat, az a lényeg. Vagy nem tudom, van például, nézzük meg a Pannon Egyetemet, ugye Veszprémben az is egy ilyen erős. Megnézhetjük, érjegyházi egyetemet is, vagy a Dunajvárosi Egyetemet is megnézhetjük. És a fényeket leveszünk, akkor mi vagyunk legfelelőbb. Jó. Na, ennyi szerintem elég az, hogy olvasható legyen a táblázat, az vagy a grafikon. Tehát rajta van most a Miskolci Egyetem, az a sárga színű görbe, és rajta van a Pannon Egyetem, az ez a fajta kék, Debrecen a barna, a Kassai Műszaki Egyetem az a lila, a Safarik a piros, és a Budapesti Műszaki Egyetem a kék. És amit most nézünk, az az összes publikáció száma az utóbbi 10 évben. És akkor ugye itt látszik, hogy ugye a Miskolci éves publikációs volumen, az hogyan arányik a többihez. Itt szerintem még fontosabbak a trendek, mint az abszolút számok. Tehát, hogy például a Kassai Műszaki Egyetem, ami hát majdnagyon hasonló bázisról indult ezelőtt 10 évvel, ugrásszerűen növelte a publikációs teljesítményét, és ez egyetlen magyar egyetemnek se sikerült. Tehát nem csak a Miskolcinak, lényegében, ha megnézik a magyar egyetemeknek a dinamikáját, az majdnem ugyanolyan, mindegyik. Tehát van benne egy kis növekvés, aztán lefele tendál, tehát ugyanúgy a Miskolc, a Pannon és a Budapesti Műszaki Egyetem is, majd hogy nem lapos, a szlovák egyetemekhez képest. A Debreceni Egyetem az, ahol még látszik, hogy ugye egyre többet publikálnak, ugye az ez a görbe. És akkor van még a Safarik, ami a magyaros temperamentumot mutat. Na most ez csak az abszolút szám. Megnézhetjük a műszaki részüket. Szép lehet alapolni a BM-én is, hogy az, hogy csak a... Hát egy bizonyos pontig lehet még itt is menni, aztán már még ravaszabb. Ha az engineeringig el tudunk menni. Nem is tudjuk annyira rosszul.
Itt, igen, tehát itt lényegében engineeringben Miskolc, a Pannon, Safarik és Debrecen lényegében ugyanannyit publikál, sőt ezek közül még a Miskolci Egyetem a legtöbbet, így az utóbbi években is, de a Budapesti Műszaki Egyetem meg a Kassai Műszaki Egyetem nyilván sokkal többet. Ha maradunk a mérnökségnél, én azért felajánlanék egy másik nézetet, ami az idézettség, és néztük azt a 8% körüli vagy 4% körüli értéket a top 10% idézetben. Nézzük meg, hogy az időben hogy változik. A 2016-os adat még nem biztos, hogy teljesen megbízható, mert ennek ilyen technikai okai vannak, most szedjük már, de menjünk csak 2015-ig. Lehet, hogy le kéne venni a Safarik Egyetemet. Vegyük le a Safarikot. Zavaró. Jó, jó. Rendben. Tehát az látszik, hogy ebben, ami ugye az 5 évre vetítve volt 4%, itt volt tényleg 2011 és 2014 között egy folyamatos visszaesés a Miskolci Egyetemen, hogy kevesebb jó publikáció született. Hát ezt én is tudom, én 2013-ban kezdtem az Elsevier-nél dolgozni, az egy nagyon nehéz periódus volt itt. Évekig tudok róla Miskolcon, de például a tavalyi eredmény az sokkal jobb volt már ebből a szempontból, az látszik. Mindenkinél van ingadozás, talán azért is, mert ugye itt azért nem egy ilyen hatalmas, óriási publikációs volumenről beszélünk, mint mondjuk egy amerikai egyetem esetén, tehát egy-egy jobb év azt tényleg ki tud ugrani. Minden esetre az biztató, ugye, hogy látszik, hogy Kassán rengeteget publikálnak ugyan, de a minőség az egyáltalán nem annyira csodálatos. Tehát ugye látszik, hogy ez pillanatilag 2,2% van a top 10-ben, miközben pillanatilag Miskolcon 5%. De hát ez egy stratégiai kérdés, ugye, hogy most mibe fektetünk. Köszönöm szépen. Hogy lehet ezzel egyre? Szeretném megmutatni azt a másik metrikát is, ez a field-weighted citation impact, ha még emlékeznek, az első képernyőn rögtön volt egy ilyen szám. Ez a viszontlátásra. Ez az átlagos idézettségi mértéke az egyetem publikációinak. Tehát ez nem a legjobb 10%-ot fogja meg, hanem veszi az összeset, és megnézi, hogy átlagosan, fajlagosan mennyire idézettek. Tehát itt a különböző tudományterületek összehasonlíthatóak egymással. És itt is, itt van a Miskolci Egyetem, itt van a Budapesti Műszaki Egyetem. Ez nagyon érdekes, az azt mutatja, hogy az átlagos kutatási idézettség az nagyon hasonlít a Miskolcon és a BME-n. Nekik van egy nagyobb részük, amelyik jobban idézett, amelyik ilyen módon erősebbnek tűnik. De a teljes kutatási portfóliójuk az hasonlóan viselkedik, mondjuk, mint a miskolci portfólió idézettség szempontból. A Pannon Egyetemen meg mondjuk az látszik, nyilván olyan kevés a publikáció, hogy ott tényleg évről évre nagyokat tud ugrálni, hogy most ezeket idézik az adott év publikációit, vagy nem idézik éppen. Hogyha elvonatkoztatok a műszaki tudományoktól, csak azért, mert tudom, hogy például a rektor úr jogász, mert őt akkor biztos más is érdekli, akkor az így néz ki. Tehát az egész egyetemre jellemző idézettségi mérték.
Hát itt ugye az látszik, hogy mindenki igencsak küzd, tehát itt könnyű azért lefelé tendálni is, mint például a Kassai Műszaki Egyetem, meg nehéz áttörni bizonyos szinteket, a BME-n többször mutattam hasonló grafikonokat, tehát mindig látszik, hogy ez az a szint, ők olyan egy körül vannak, de arról tényleg elmozdulni, az átlagos kutatás az nem csak egy világátlagot hozza, hanem annál lényegesen jobban, az nagyon nehéz. Említettem ezt az együttműködési témát, és vannak olyan metrikák is, amik azt mutatják, hogy hogyan néz ki az együttműködés. Nézzük meg egy kétdimenziós grafikont, ahol az X-tengelyen nézzük az együttműködés, nemzetközi együttműködés mértékét, ez most egyelőre egy dimenzió, látszik, hogy hogy alakul, hogy például a Pannon Egyetem az évről évre tud egyre jobban nemzetközileg együttműködni, nekik ez nagyon jól ment az utóbbi években, a többi egyetem az körülbelül azon az ismerős bevált szintjén mozog, ahol már 10 évvel ezelőtt is volt. És akkor a kétdimenziósra teszem a grafikont, a másik dimenzióra pedig föltenném a nemzetközi együttműködésben készült publikációknak az idézettségét. Tehát itt látszik, hogy itt látszik, pontosabban fordítva, tehát a függőleges Y-tengelyen látszik az, hogy arányaiban a publikációknak mekkora része készül nemzetközi együttműködésben, és itt pedig, hogy azokat átlagosan hányan idézik. És itt látszik, hogy nagy különbségek vannak, tehát tulajdonképpen a Miskolci Egyetem és a Kassai Egyetem egy hasonló mezőnyben van, és például a Debreceni Egyetem az egész más, tehát ők majdnem 50%-ban nemzetközileg együttműködve publikálnak, és jóval több vagy nagyobb az idézettségük is. Hát most, hogyha csak ezt a három vagy négy grafikont nézzük, nem tudom kinek mi jut eszébe róla, nekem az jutott eszembe, hogy azért itt a Kassai Egyetemmel mindenféleképpen valahogy olyan szinten érdemes lenne együttműködni, vagy közösen gondolkodni, hogy ők nagyon sok mindenben nagyon hasonlóak, mint a Miskolci Egyetem, egy dolog teljesen máshogy néz ki, hogy rengeteget publikálnak, ami önmagában is egy érték. Tehát, hogy ők vajon ezt hogyan csinálják, és mit csináltak. Van kapcsolat, több évtizedes, most nem tudom, még voltunk is, ott mint a két egyetemet meglátogatók, meg ők is jöttek hozzánk. Tehát, és ez így felmerült, hogy ők kooperációk, tehát mit tudom én, brüsszeli pályázatoknál bevonni egyiket a másikkal, összehozni, tehát ezek mennek. Meg lehet nézni a Miskolci meg a Kassai kompetencia térképet is, hogy van-e olyan, ahol nagyon hasonló területen vannak jó kutatások. Volt most egy ilyen internet pályázat, az kifejezetten Miskolc-Kassa, és akkor megkértem a kollégámat, hogy na akkor van ismerettsége, adjuk be. Sokan érdeklődtek. Ha már effektív el kellett kezdeni az egész pályázatot, akkor sorban mosolódott ebben a társaság. Akkor mutatok valamit, ami lehet, hogy motiválná a kutatókat, mert nyilván ez többletmunkával jár, vagy ki kell lépni a komfortzónából, máshol kell publikálni, kell egy nyelvileg, szóval sok minden lehet. Nézzük meg ezt a Collaboration című elemzést, és akkor a Miskolci Egyetem és a Kassai Műszaki Egyetem együttműködését nézzük meg kifejezetten. Tehát ami már a szkópuszban látszik ebből. Hát most például ilyen volt, hogy tavaly szerveztünk közösen egy konferenciát, és akkor ez a Taylor & Francis jelenleg meg a szkópuszban. Igen. És akkor abban jó pár cikk volt. Nagyon jó. Látszik, hogy van. Ezek most a Miskolci Egyetem együttműködő partnerei a világban. Látszik, hogy van egy hálózat.
tehát Európában 176 működő intézmény van, ugye ki is szeretném ezt nagyítani, de jól lenne. És Szlovákiában van 4, és nyilván ezek között lesz a kassai műszakértőm is. Marosvásárra is lehet a na, vége. Ez az. Hát, hogy mekkora ez az együttműködés? Megint ugye biztos van olyan ebből, ami nem éri el a szkópuszt, csak az sajnos másnak a szeme elé se kerül, nem csak a mi szemünk elé most. Ez a probléma vele. Hát nézzük, hogy ez, ami a szkópuszban látszik. Tehát miskolci oldalról 8 társszerző van ebben a 2011-15-ös időszakban, a kassai oldalról 14, ezek nem nagy számok szerintem, és összesen 14 közös publikáció. És ami még furcsább, hogy ezek a publikációk, ezek ráadásul nem is jól idézettek. Mert látszik, hogy átlagban ez a field weighted érték egy miskolci publikáció esetén 0,68, a kassai érték az 1,13, és amit meg közösen készítettünk, az csak 0,35. Tehát, hogy valami ezzel az együttműködéssel nem jó. Valami nem jó, mert pont az ellenkezőjét várjuk. Pont az ellenkezőjét várjuk, és meg is lehet nézni, akár csak tényleg így hogyha mondanak egy olyat, hogy mehetünk nyugat felé, mehetünk kelet felé, milyen jó együttműködő partner. Vásárhely. De az a baj, hogy a szapiencia nincs ennyire ott. Igen, hogyha nincs benne, nem is lesz, mert csak a Bábes Bolyai látszik, és abból is csak 11, Brassóban csak 2. Az a baj, hogy ezek a publikációk valószínűleg nem érik el a Scopus, de hogyha nézzük meg valakit Németországban, vagy Ausztriában. Ott is szétosztik az a baj, tehát általában, hogy Dortmund lehet, hogy Dortmundban jó. Vagy Magdeburg Dortmund. Jó. Ha látszik, a legtöbb helyen tényleg csak egy néhány publikáció van, Magdeburgi, nem ez a... Bocsánat, mivel közben itt a térképen kattogok, ugye ez egy pici kézügyességet is igényel, de itt van ez a Magdeburgi intézet. Remélem sikerült eltalálni, hát persze ezt táblázatos formában is lehet, és akkor könnyebb, csak nem ennyire látványos. Ez például látsz, ez se egy óriási univerzum, de látszik, hogy ez a miskolci eredményeket azért szépen húzza fölfelé. A magdeburgiak körülbelül ugyanott vannak, mint egyébként, de a miskolci eredmények azok szépen jönnek fölfelé. De ugyanígy egyébként akár Magyarországot is meg lehet nézni, mert ne felejtsük el, hogy jó, hogy rengeteget beszélünk a nemzetközi együttműködésről, de talán így a miskolci egyetem esetében, mondjuk ha megnézem a debreceni egyetemmel való együttműködést, az is egy kapu lehet akár. Tehát ki a haszonélvezője az együttműködés? Igen, hát megint látszik, hogy senki. Vesztesei vannak. Igen, nagyon furcsa. Én a legtöbbször tényleg az esetek 90%-ában azt látom, hogy nagyon szépen megy föl az együttműködés. Hát a múlt héten jártam a Szent István Egyetemen Gödöllőn. Szintén nem egy óriási egyetem, hagyományosan van egy szakmai fókusz, ők ugye egy agráregyetem voltak. De meg tudtunk nézni egy-két pillanat alatt olyan francia egyetemeket, hogy a közös impaktjuk az mondjuk 7 volt, vagy 8. Tehát tényleg 7-8-szor annyi idézetet kapott, mint önmagában akár a magyar egyetem, akár a francia egyetem. Most ez így Miskolc esetében nem látszik. Tehát azt látom, hogy nem olyan könnyű megtalálni azt, hogy hol vannak a jó együttműködések. De azért ne adjuk föl, mert hogyha nézzünk egy olyat, hogy nézzük meg egy táblázatot, ahogy említettem is.
van a közös field rated. Jó, most már látszik. Jó, tehát például a Corvinus Egyetemmel, csak hát nagyon kevés, ugye ez két publikáció, de mondjuk a Pécsi Tudományi Egyetem által is csak 6 publikáció van, de annak 1,96 a fajlagos impaktja, és ahol nagyobb például az ELTE-vel, ott is 1,3, ami ugye a miskolci szintet azt viszi fölfelé. Úgyhogy ez körülbelül a magyarországi együttműködés. Hát szerintem ugye itt alapvetően, itt van egy korlát, ami folyamatosan ott van, ez egy ilyen láthatatlan korlát, vagy nagyon is látható éppenséggel, hogy csak az számít, ami a szkópuszba bekerül. Tehát ezért nagyon fontos, hogy olyan folyóiratban kell publikálni, amit indexel a szkópusz, mert onnantól kezdve él mondjuk ez az eszköz is, hogy ez az